December 4-én itt állunk a Kiskunhalasi Semmelweis kórház előtti területen, ahol még szabadon, azaz védőmaszk nélkül közlekedhetünk. Azonban, ha kívülről belépünk a kórház területére, akkor a maszk használata már kötelező, és más egyéb olyan korlátozó intézkedéseket is bevezettek december 4-től a kórház területén, amely a járványügyi szempontok szempontjából védi az itt dolgozókat, a betegeket és a látogatókat. A kórházban történő kötelező maszkviselés visszavonásig érvényes. Az intézkedés szükségességéről dr. Oszlánci Gábor osztályvezető főorvost kérdeztük. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ novemberben kihozott egy levelet, amelyben elrendelte gyakorlatilag, hogy a kórházak, egészségügyi szolgáltatók saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy elrendelik-e a maszkviselést, a kötelező maszkviselést, és ennek kapcsán mi úgy döntöttünk, hogy a kórházunkban még nem a teljes szigorral csapunk úgymond le, hanem gyakorlatilag a látogatóknak és a hozzátartozóknak elrendeljük a kötelező maszkviselést annak érdekében, hogy az itt lévő betegek ugye fokozottabban védve legyenek. A kórház látogatóit érintően azonban van még egy intézkedés. Igen, ez az intézkedés tulajdonképpen nem annyira új keletű egyébként, de azt az intézkedést hoztuk és megerősítettük, hogy gyakorlatilag egy betegnél maximum egy időben kettő látogató tartózkodhat benne a kórteremben. Ha természetesen többen jönnének egy adott beteghez, akkor ők is bemehetnek, csak egy időben ketten lehetnek benne. És nyilván őnekik is kötelező a maszkot viselni. Meddig számíthatnak arra a látogatók, hogy ezek az intézkedések érvényben lesznek? Ezek az intézkedések egyelőre visszavonásig érvényesek, úgyhogy erre én nem tudok most önnek konkrét választ adni. Én úgy gondolom, hogy amennyiben, ugye most megyünk bele ebbe a járvány szezonba, gyakorlatilag nem csak a koronavírus van itt, hanem egyébként az influenza járvány is fog érkezni, és én úgy gondolom, hogy amennyiben ezeknek a betegségeknek a száma csökkenni fog, akkor meg fogjuk újra szüntetni a kötelező maszkviselést. Főorvos úr, a maszkviseléssel kapcsolatban igen szélsőséges, sokszor hozzá nem értő és rosszindulatú hozzászólások láthatók, hallhatók. Ezzel kapcsolatban mi a javaslata a szakembernek? Én is olvastam ezeket a hozzászólásokat, én azt szeretném javasolni, hogy inkább nekünk szakembereknek higgyenek, és ne ezeknek az önjelölt szakértőknek, akik gyakorlatilag Facebookon és egyéb online fórumokon képezték ki magukat. Mi mindannyian azért vagyunk itt, hogy az embereknek segítsünk, és itt a kórház minden dolgozója is azon dolgozik nap mint nap, hogy az embereknek segítsen, és nem akarunk ártani senkinek, pont hogy az ellenkezője, mi azt szeretnénk, hogy itt minden rendben legyen.